Ahogyan arról a múlt év végén is beszámoltunk, szabolcs már bereg vármegyében több veszett rókát is találtak. A vármegye főállatorvosa akkor azt mondta, a veszett rókákra többek között az is jellemző, hogy az állatok megszelidülnek és közelebb merészkednek az emberhez. Ez történt Tiszabecsen is, ahol az idei év első veszett rókáját az ember legjobb barátja tartóztatta fel egy ház kertjében. Összeverekedett egy ingatlanon az ott lévő házőzővel, és amikor ez a verekedés elkezdődött, akkor avatkozott bele a közbe a gazda, és tette általmatlan rókát, és ezután került vizsgálatra az intézetbe, laboratóriumba, és ezután került megállapításra vezettség. A veszett rókával való találkozást a hűséges házőrző sem élte ami a főállatorvos szerint nem így végződött volna, ha a kutya megkapja a szükséges veszettség elleni védőoltást. Ezt a kutyát sajnos az eljárási szabályok szerint ki kellett írtanunk, mivel kiderült, hogy nem kapta meg a előírt veszettség elleni oltását, és ezért nem volt arra a lehetőség, hogy ö, megfigyelés alá helyezzük ö, a jogszabály elő, által előírt 90 napos időszakra. Tehát ezért fontos ebben az esetben is, illetve úgy összességében, hogy a figyeljünk oda, figyeljenek oda az állattartók, a kutyatartók, hogy a ö, ebeik megfelelő időpontban megkapják a szükséges veszettség elleni immunizálást. Tamás Péter azt mondta, Tiszabecsen és környékén a nébih azonnal elrendelte az ebzárlatot és a veszett rókák fokozott vadászatát. A veszettség is azok közé, a betegségek közé tartozik, amelyek kiemelt elbírálást igényelnek, úgynevezett bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek csoportjába, ami azt jelenti, hogyha valakinek, gyanúja van a betegség vonatkozásában, már azt is jelenteni kell a hatóságnak, az eltési hatóságnak. A főállatorvos azt is elmondta, hogy a veszettség egyike az állatról emberre terjedő halálos betegségeknek, amelyet nem lehet gyógyítani, de meg lehet előzni. A megelőzés egyik formája, ha mi magunk kerüljük a veszett rókával való érintkezést, illetve ha állattartóként gondoskodunk kedvenceink veszettség elleni védőoltásáról, hiszen a háziállatok egymástól is elkaphatják a később emberre is veszélyes betegséget.